hiszem 177 L2-es típus. Vietnámban még nem volt M4. Hogy? De Vietnámban még nem volt M4-es. Ja, mert azt a 90-es. Á, 80-as évek. Ez még a X100, még az elődje volt az M4-esnek. Ez egy állítási lehetőség, vissza volt rá. Egy menet belecsomorozik az nem. Ez forog. Nem tudom, a hetedikes nem, ez forog egyedül. Ennek van egy ilyen spirális tollazata. Ez azt jelenti, hogy ez is érzi, hogy közel van hozzá, mert ennek 5 centiméter. Ez 30-as, ez 30-as, volt a 34-es, most a 40-es. És ugye a kettő annyiba különbözik, hogy azt hevederrel... Ugye hoztatnak az ő basztatnak. És miért nem az állítják, hogy is ugyanaz? Tehát igen, az a kommunikáció sem ugyanaz a fejlődés. Ott mi vagy? Ott elmegyünk is voltában. Igen. Lekesen van. Rajni! Állj! Hajj balra! Raj, hátra! Raj! Raj, hátra! Raj! Raj! Figyelj! Ebben meg még víz is van talán? Nincsen feltöltve. Ja, de az lehetne benne. Hátul a hátuljában itt van egy 3 literes tartály, direkt azért, hogy... Illetve rajta van, igen. bemutató része volt, és itt is technikai madó. Azt szeretném kérni a látogatóktól, hogy itt a... Tovább folytatni a programjainkat. A harciánkoknál még Ácsa vagyok állományú őrnagyók egyre bemutató tartani. Fülekre vigyázzanak, hangos lesz, 3 darab lövést fog végrehajtani a Balázs, és akkor megkérjük, hogy hajtsa végre a lövéseket. Figyelem, lövés! Nagyon szépen köszönjük, hát úgy szól, hogy 82 milliméteres raknevetőt. Köszönjük a sakkot Baltóci Balázsnak és a bemutatót is. Részlegesen irányítani, tehát fordulni tudtunk vele. Egyet kellett tudomásul venni, ha egy pont fölött ebben a kupolával átmentünk, akkor oda vissza már nem lehetett menni, de ha megfordultunk széllel szembe, akkor viszont akár függőlegesen is le lehet jönni. A süllyedési sebessége azért 4 és 8 méter per szekundum volt. Ez volt a mai legjobb. Nem, mert akkor megijedt tőle, amikor jöttünk, aztán máshogy nem lehet hazavívni. Az olajból az üzemanyagokkal leszennyezzük a Balaton, és ahogy kivettük a gépet, az első és a legfontosabb munka az volt, hogy a búvárok kiszedjék belőle a 20 mm-es hevedelezett lövedékeket, és utána lehetett menni.